Megújul a pápai nagy templom. Erről tartottak sajtótájékoztatót szeptember 28-án a pápai Szent István Katolikus Általános Iskolában. A tájékoztató kezdetén Maili József apát plébános köszöntötte a jelenlevőket. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a templom történetéről beszélt. Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a kormányzatnak mennyire fontos, hogy megújuljanak Kárpát-medence szerte a templomok. Templomokat mentünk meg, és újakat is építünk. 150-et építettünk Kárpát-medence szerte az elmúlt 10 évben, és közel 3000-nek a megújítása történt meg, és a Magyar Templom Felújítási Program keretében pedig 1800-nak a eddigiekhez való hozzájárulása is megtörténik, tehát ahol még folytatják a felújításokat, majd pedig újakat is elkezdenek. Tehát ez azt jelenti, hogy 3000 fölött lesz bőven azoknak a templomoknak a száma, melyek a Kárpát-medencében megújulnak. Udvardi György érsek megköszönte a kormányzati támogatást, kihangsúlyozva, hogy a Főegyházmegye területén számtalan templom megújulása zajlik. Egy városban egy kiemelkedő épület állapota sok embert foglalkoztat, különösen, hogyha örömteli bejelentésre kerül sor, vagyis a felújítás megkezdődik, folytatódik. Ugyanakkor ezzel együtt kell azt is számolni, hogy akárcsak is maradjunk a Főegyházmegyénél, Főegyházmegyében a templom felújítások mellett óda felújításokra is sor kerül, illetve építésre is. Amit itt is ismételten szeretnék megköszönni, szeretném jelezni, hogy mind államtitkár úr, mind pedig országgyűlési képviselő segítségének köszönhetően, és más képviselőknek is köszönhetően, hiszen 6 országgyűlési képviselővel vagyok kapcsolatban a Főegyházmegyében, 74 templom felújítása van most folyamatban. És miért fontos ez? Azért fontos, mert számunkra a templom az azon túl, hogy kulturális értéket megjelenít, építészeti értéket megjelenítenek, azon túl azokat a lelki erőket, lelki javakat tudják szolgálni, ami nélkül egészen biztos, hogy egészséges társadalom nincs. És ezt nem csak úgy vállaljuk, ez evangéliumból fakadó küldetésünk, de minden egyes társadalmi helyzetben olyan speciális területeket is szükséges hangsúlyozni, és az egyháznak ez feladata és készséggel is tesszük, amire a kor kihívásai miatt különös figyelmet kell fordítani. Így tekintünk napjainkban arra a nagy lehetőségre, hogy vasárnapról vasárnapra van lehetőség az evangéliumot hirdetni azoknak az embereknek, akik összegyűlnek. A sajtótájékoztató után közösen megtekintették a felújítás előtt álló templomot.